Ha kutyám véresre vakarja magát, lehet ez táplálékallergia? Elvileg lehet, de azért a legelső, amire az ember ilyenkor gondol, állatorvosként, azért az nem a táplálékallergia, hanem valamilyen parazitás vagy baktériális megbetegedés. De ha ezeket már kizártuk, és egyértelműen ebbe az irányba fordul el, fordul az állatorvos ebbe az irányba keresi az okokat, előfordul természetesen egy ilyen heveny táplálékallergiás tünetként a viszketegség ilyen formában való megjelenése. Az viszonylag ritka, hogy ez teljesen önállóan mindenféle egyéb tényezéktől függetlenül ilyen erős tüneteket okozzon, mert ehhez általában társulni szokott valami. Tehát egy meggyengült bőrszőr állapot, aminek a hátterében valóban lehet táplálékallergia, könnyebben megfertőződik, befertőződik, a horzsolások azok kevésbé gyógyulnak, könnyebben azok is elfertőződhetnek, tehát másodlagosan az alapbetegséget felerősítő módon is létrejöhetnek komoly bőrtünetek, és annak az alapjában lehetséges, hogy valóban táplálékallergia húzódik meg.